Ide a jelenlegi óvoda mellé egészen pontosan aláépül majd az új épületrész sukoron. Az óvodát és a bölcsödét is bővítik a fejlesztés során. A munkálatok már elindultak, az épülő új óvoda alapkövét szerda este helyezték el a Fejér megyei településen. Engedjük szépen be a lukba. Az elmúlt szűk egy évtizedben nagyjából 30%-os lakosság növekedés volt, és hát a ide költözők azok nem az életfa teljeséből, hanem fiatal családosok zömmel, és már azt látható a tó környéke településein, hogy a bölcsődé és az óvodai férőhelyek száma az szinte elérte azt a határt, ami még vállalható. Itt is elhangzott, hogy jelen pillanatban is Sukoron ez 120%-on van. Ezért aztán időben kellett lépni a bővítés tekintetében. A fejlesztésre már korábban sikerült forrás szerezni, azonban rövid idő alatt az építőipari drágulás okán hatalmasat nőttek a költségek. Így a korábban megítélt 400 millió forint kiegészítésre szorult. Most 535 millió forintos topos forrásból, valamint a kormány 180 millió forintos támogatásának köszönhetően valósulhat meg az óvodai infrastruktúra fejlesztés. A 715 millió forintos beruházás a község történetének eddigi legnagyobb fejlesztés. Ez egy hatalmas épületkomplexum lesz, három szintes 400 négyzetméter szintenként, úgyhogy ez 50 plusz óvodai férőhelyet fog számunkra biztosítani, és 3-8 mini bölcsödei csoportot, 24 mini bölcsödei férőhelyet. Nagy szükség volt rá, hiszen már az óvodánk 120%-os kihasználtsággal működött. Az intézmény tervezésénél is igyekeztek minden körülményt számításba venni, a helyszín választással pedig családbarát körülményeket teremteni. 2016 óta dolgozunk ezen a projekten. Nagyon sokat terveztünk, alakítottunk, ugye egyrészt a helyszín is adta magát, hogy nem mindegy, hogy hova, milyen elhelyezéssel készül el az épület, hisz adott ez a terület, viszont az önkormányzatnak ez egy olyan területe, ahol a meglévő óvoda és bölcsöde itt van helyben, itt van az iskolánk, és úgy gondoltuk, hogy a szülőknek, családoknak mindenképpen kedvező, ha azt a 3-4 gyereket azt egy helyre teszik le adott esetben. A projekt részeként mind az óvodások, mind pedig a bölcsödések étkezését szolgáló tálalókonyhát, valamint 12 parkolóhelyet is kialakítanak, a felső szinten pedig helyet kap majd egy tornaszoba is. A mostani fejlesztésnek köszönhetően 24 fővel bővül a bölcsödei, 50-nel pedig az óvodai férőhelyek száma Sukoron.